A tégbal a labdarúgás és az asztali tenisz elemeit vegyítő sport. Domborúan meghajlított asztali tenisz méretű asztalon játsszák futballlabdával, legalább ketten. 2017-ben Magyarországon rendeztek először világkupát, természetesen magyar sikerekkel. Az első egyéni világkupa győztes ellátogatott Paksra, hogy népszerűsítse a sportágat. Természetesen magával hozta a tavalyi franciaországi világkupa ezüstérmes párját is. A testnevelési egyetemen ismertük meg ezt a sportágat 2015-ben, és azóta folyamatosan fejlesztjük magunkat, mind egyéniben, mind párosban. Én először az egyénit szerettem meg, hiszen nem volt még egy olyan páros, akivel eleinte tudtunk volna játszani. Akkor hívtam fel Csabit, és egy párba is álltunk, és nagyon szép eredményt hoztunk, hiszen tavaly ezüstérmesek lettünk a franciaországi Ramsey világkupán. Ez egy lábtenisz, egy speciálisan meghajlított pingpongasztalon, speciális szabályokkal, például három érintésből kell átadni a labdát az ellenfél térfelére. Egyéni és páros játék van, párosban mindenképp kötelező egyet passzolni minimum a társadnak, itt szintén három érintő van, és valamint nem csak a labdarúgás szerelmesének ajánlott, hiszen ezen öt sportágat lehet játszani, tagbolt, röplabdát, pingpongot, teniszt, illetve a kézilabdásoknak ezt a bizonyos kes nevű játékot. Paksi játékos is ismerkedik a sportággal, sőt, hogy kellőképpen fejlődjön, megkereste a legjobbakat az országban, így ma már velük edz. Hát én körülbelül egy másfél évvel ezelőtt kerültem vele kapcsolatba, akkor lejártunk Gerjenbe, mert ott volt egy asztal, ahol barátokkal elkezdtünk játszani, tökre megszerettem ezt a játékot, és akkor kerestem a kihívásokat bennem, megtaláltam a legjobb magyarokat fent Budapesten, felmentem hozzájuk, és ott edzek velük, és azért szeretem ezt a játékot, mert olyan technikai elemeket tartalmaz, ami kortól és nemtől függetlenül bárki részére elsajátítható és játszható. Tehát én a 20 éves korosztállyal szemben 48 évesen partiba vagyok velük, és ez nekem egy óriási pluszt ad. Én azért labdarúgással foglalkoztam már 5 éves korom óta, ezen belül azért volt kispálya, nagypálya, lábtengó és egyéb dolgok, tehát azért egy bizonyos fokú, alapfokú technikai képzés mindenképpen kell hozzá, amit hát utána tökéletesíteni tudsz ezzel a játékkal, hiszen a szabályok is olyanok, hogy kétszer ugyanazzal a testrészen nem érintheted, kétszer ugyanazzal a testrészen nem adhatod át, tehát muszáj, hogy megtanulj mindegyik testrészeddel jól bánni.